Jézusán üdvözli magam. Lárom, és miért születtem a Uram? Három a diszkán, vadány üdvözlém. Melyik meg mit a felmostanában lenni így, hogy aranyat adott kezébe Isten újra? És melyik mit beszéltik a nevében? Mint annyi, mikor az hasonlát volna. Búsigány, fájára egy hát, és mint annyiszor te megsárgult ezen évben. Vérre és hasonlát. Az országokban lehet. A magyar nép óriási erővel látott hozzá az újjáinkat is nem. Az országok megszállók szomorú csapatok segítségével, azonban olyan emberek kerültek hatalomra, akik útulba csapták a népet. Függetlenséget, szabadságot, jólétet hirdettek, de valójában csak most kerülhetett a népbe. Orzsalmaságban, orzsalmaságban. Nem csak a puskacsőben, nem csak a börtönben, orzsalmaságban. Az óvodában, az apai tanácsban, az anyó sorában, ahogy a gyermek idegennek felelve, tányérban és pohárban, az otthon normál szájban, hidegben és homályban, szabadban és szüvegben. Elégedetlenség, az elkeserés, a szabadság, a szabadságban pedig viság körében váltott ki először nyilván a szervezkedés. Az egyetem is elkülámadóban mutatnak a szervezkedésre. Thank you.
más nemzeti demokratikus mozgalomnak nyilvánította a megmozdulásokat. Uralkodó címben lett a nemzeti jelkép, március 15-e pedig egy nemzeti ünnepé vált, újraélet a több pártrendszer is. A kormány fölkérte a szovjet csapatok jónását Budapestre, majd az országra is. Akkor születtek nagy dolgok, a bátor boldogatok nektek, és hozzászokottak bátorok, százszokottak, és jól értek. November 1-én országszerte megszűntek a harcok, Magyarország ezen a napon kilépett a Varsói szerződésből, és semmiségben nyilvánította magát. Néhány napra szabad ország lettünk. Ez volt a hitet, a Szent Tanányeszem, de sokat vágott ifjúság, ezért nyílott ki benned véled, mint frissen borgó rózsán. Feltörődsz már a csillagokban, s örök fényed a üzenet, örök kép a hősökébe, örök kép a nemzetben. Amelyet kultúrának nevezünk, és amely a szabad alkotás és szabad mondat elvégzik.
osztály érték Balázs tetteg újra, s beérik a fiatal Balázs Ákádi mellett. Állottak a gyerekek, búgó csirájuk a csalóba téven, tanuk ellen rohanta, s általuk szállani visz... S utolsó sohajukkal anyukat hívták, s hazát általuk szállani vissza a két is nagyobb a lényeg. S míg rajtos fecskén épület megint a rét virágot. Állottam a drágok egy csomóval, és barátom az utcára rohadtam, és amiben történt egy cserével a cepzelben, a madarak átrakott össze vissza a napok virágát, a nyílő körtefákon meg a tavasz, nagyon jó átra. Állottak a munkások, estékre harcolták meg az utca harcát, és a korból kiállt a néptár az ismeretnek szabadtára. Értek új zsoltára magadjára, és mondja, nem sem tudott volna sem. Áldottak az öregek, akik már is szemben és bátrabban voltak a fiataloknál, géppisztolyok ellen, mellünk falát emelve, általuk körülszöltük meg nagyapákhoz unokákat, olcsó pipájuk kereken száll a füstjén merengve. Áldott egy Budapest lerombolt falainkat, megcsomított szobrainkkal, széttört hívjainkkal, felbesült a tornyainkkal. Mert megjárt felett az idő, és a pénz.
Köszönöm, harmadika, így négy napig lehetünk majd otthon a metodikus.